pár hete csak annak, hogy megújult Óbecse főtere, már is újabb fontos közterületen zúgtak fel a munkagépek. Hétfőn kezdődött el a Doszitej utca teljes felújítása. A járókelők örülnek annak, hogy a város központja szebb és biztonságosabb lesz. Lepo je. Mislim, davno nije ovako nešto urađeno. I lepo je. Jó az, hogy felújítsák. Én szerintem. Mert köl is. Nagyon nagy a forgalom is. A Doszitej utcában két iskola is van, ezért a diákok biztonsága érdekében nemrégiben egyirányúsították az utcát. A mostani felújítással több más gondot is orvosolni fognak. Rekli sada da će kada se ulica završi, put biti širok 3 metra, da će biti trotoari sa jedne i druge strane, također će biti i ova i dalje će ulica biti jednosmerna. Biće obeležena parking mesta, jer i do sada je bilo i nepropisnog parkiranja i svega sa strane, tako da će biti mnogo bezbednije. A közel 39 millió dináros felújítást a tartományi nagyberuházási igazgatóság finanszírozza. A munkálatok során a községi kasszából a távhő és a vízvezeték csöveket is lecserélik az utcában. A Doszitej utca után a végén lévő Csillagtér következik. De mi moramo uraditi tu, napriti tu raskriscu, pre svega bezbednom, onda i lepšati. Tu će biti jedan modern, savremeni kružni tok u vidu neke osmice koja sada počela da se radi unazad godinu dana po Srbiji i bit će skroz bezbedna raskrsnica. A Doszitej utca felújítását várhatóan januárban fejezik be, a Csillagtér átépítése pedig még az idén megkezdődik.